Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe, hogyan szerzel érdeklődőket az ingatlanodra. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyveket, enyém az Ingatlanos Álmok Klub. Illetve szeptember 19-én online egésznapos tréningem lesz, a Válságban is Ingatlan címmel. Itt tulajdonképpen az első lépéstől végigkísérlek az részen a profitig. Ez a videó is inkább egy kis ízelítő, hogy mi lesz a téma. Ugye rengetegen beszélnek, hogy építs listát, csinálj nekik hírleveleket, de igazából te ezt nem akarod, azért elárulom, hogy valamilyen szinten mégiscsak kell, de te ezt nem akarod, le akarod rövidíteni az utat, vagy esetleg fel akarod gyorsítani, remélem inkább ez utóbbi, és nagyon fontos, hogy egyáltalán a célközönségedet hogyan szólítod meg. Ugye te vásárlókat, vagy pedig bérbe akarod adni az ingatlanodat, tehát ezt a kettőt keresed, vagy eladni, vagy kiadni akarsz, de igazából most egy picit szerintem beállt a piac. Én azt a bérleti dolgokon is érzem, tehát hogy most sokkal nehezebben mennek ki az ingatlanok. Ugye az emberek nagy része, akinek van ingatlana, elkezd árral versenyezni. Nyilván te árral akkor versenyzel, amikor hát mondjuk úgy, hogy nincs más a tarsolyban, tehát semmilyen tudásod nincsen. Azt látod, hogy hú, hát nem megy ki 100 ezer forintért, akkor kiadom 90-ért. Ha nem megy ki mondjuk 3 vagy 2 hónap kaucióval, akkor kiadom 1 meg 1,5 havi kaucióval. Most ilyen hirdetéseket látok. Nyilván ennek az a veszélye, hogy az olcsóbb közönséget fogod bevonzani. Ez a te dolgod, aztán majd bajlódsz velük, ha akarsz, vagy ahogy tudsz. De ami a lényeg, hogy igenis, az mindenképpen listát kell építeni, de nagyon fontos, hogy hogyan szólítod meg ezeket az embereket, ugyanis legalább 3 féle megszólítás létezik. Miért? Mert különböző hőmérsékleti célközönséged van, például van hideg, langyos és meleg. Aki igazából hideg, ott nem tudsz más csinálni, maximum a probléma tudatot erősíted benne, tehát nem mondom azt, hogy direktbe vegyél ki ingatlan tőlem, vagy vedd bérbe ingatlan, az én ingatlanomat, hanem azt mondod, hogy hát ha most nincs hol laknod, vagy egy jobb albérletre vágysz, vagy valamilyen megszólítással, olyan problémát akarom neki tudatosítani. Ez nagyon fontos, hogy amikor megszólítod ezt az embert, akkor ne az legyen, hogy hú, vedd ki az én ingatlanomat, mert az enyém olcsóbb, mert igazából ez az ember téged egy másik és másik olcsóbb albérletért fog elhagyni. Ezek így működnek, én ezeket megéltem régen. Aki már egy picit langyosabb célközönség, itt mindjárt kell egy kis segédlet is, ott igazából a vágyat fogod felerősíteni. Míg az egyikben igazán a problématudatot, a másikban a vágyat erősíted. De ez egy langyosabb közönség, ő azért valamilyen szinten ismer, ugye, hogy esetleg engem is ismertek, de annyira még nem voltunk kapcsolatban, egy langyosabb vagy, nézed a munkásságomat, akkor esetleg én a vágyjal fogok kezdeni, hogy milyen szép az ingatlan, milyen nívós, ide jöhetsz kutyával, macskával, amivel eddig nem jöhettél, tehát hogy egy vágyat próbálok kelteni. Meg kell nézni nyilván a célközönségednek, hogy mi lehet a vágya természetesen, és arra kezdesz el igazából akár hirdetni. A harmadik pedig a meleg közönség, ott egyszerűen csak kitolod, hogy te ingatlant adsz bérbe, vagy ingatlant akarsz eladni, ő azonnal, mivel hogy ismer téged, vagy felhív, vagy nem, de azonnal rá tud harapni, jó? Most csak azt akartam neked megvillantani ebben a videóban, hát ugye ez egy 6 órás tréning, nagyon pici anyaga, amit most te kaptál, hogy az, hogy én feladok hirdetés az ingatlan.com-on, hogy sok esetben miért nem működik, jó? Én remélem, hogy egy picit talán sikerült megvillantanom, ezért nem működik, mert ott a célközönség, a javarésze hideg, és egyből rátolom a szekrényt a lábára, így képletesen szólva. Mindegyiket 3 féleképpen szólítom meg, 3 féle hirdetéssel, 3 féle szöveggel, és még a 3 féle történeten belül 3 féle képet, videót, stb. Teszek fel mindegyik hirdetésen belül. Tehát amikor valaki nagyon hatékonyan hirdet, nyilván én is tartom, hogy például Facebook hirdetést, AdWords hirdetést, tehát azért sikeresek és azért hatékonyak, mert nem egy hirdetést tesznek fel, hanem egész hirdetés sorozatokat, több kép, több megszólítás, több célközönséggel, több célcsoporttal, úgyhogy hát elég összetett dolog ez is, és hát mondjuk úgy, hogy nem baj, ha értesz hozzá.
én ezen az egész napos előadáson nyilván kaptok belőle, inkább úgy mondom neked, hogy egy elég komoly betekintést. Nyilván nem fogsz holnapot szerkeszteni nagy üzemben holnaptól vagy másnaptól, de kapsz egy olyan betekintést, amivel én úgy gondolom, hogy hát egy 500 000 forintot biztos, hogy a zsebedbe fogok tenni, mert olyan dolgokat fogsz tudni eddig most majd megcsinálni. Szóval eddig meg kellett bíznod különböző szakembereket, akik tulajdonképpen egy 5 perc, max 10 perces munkára jók, nyilván kiszámlálsz neked egy órát, ez az ő dolga természetesen, meg hogy tiédé, viszont erre is lehet, hogy vársz egy-két hónapot. És te ezt most az előadás után azonnal meg tudsz mindent csinálni, mindent, nagyon részletes lesz. Megmutatom neked, hogy honnan, hová kell kattintani, mert nekem az első ilyen kis, például a honlap összekattintgatása az mondjuk 9 óránba telt, lehet, hogy én nem vagyok túl tehetséges hozzá, ez ezért is van, de 9 óránba telt, nem mindegy, hogy te mennyi időt teszel rá, mert mindenki mondja, hogy a stratégiával, meg a hosszú távú gondolkodással foglalkozik, miközben az emberek az első lépésnél elakadnak, mert nem tudja, hogy honnan kell, hová kattintani, mit kell összekattintgatnom ahhoz, hogy működjön a hirdetés, milyen az AdWords-höz, miket kell még bekötnöm, vagy a Facebookhoz, hogy hát ezeket meg fogod tudni, meg fogod tanulni. Én úgy gondolom, hogy csak egy kattintás, itt alattam, és már iratkozz is fel, és gyere az előadásomra. Szia!